Na, szevasztok srácok, szevasztok, itt Facepapi, Facepapi. Most egy olyan témáról szeretnék veletek pár szót váltani, ami nem éppen megszokott a csatornán, de úgy gondolom, hogy beszélnünk kell róla, mert ezt a dolgot én is úgy gondolom, hogy rosszul csináltam jó ideig, és most már azért vannak dolgok, amiket még a magyar állam is tud néha jól csinálni, és ez az egyik az ügyfélkapu, most erre gondolok, ami tök jó dolog, és ha valakinek nincsen, akkor vagy nem tudja, hogy pontosan hogy működik, de már hallott róla, akkor ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy igazából nem kell hozzá szinte semmi, kérsz egy időpontot az okmányirodába, bemész, és körülbelül egy ilyen 5 perces történet az egész, megadod így az e-mail címedet, pár adatodat, és rögtön létrehoznak neked egy ügyfélkapu fiókot, amin keresztül az adóbevallásodat 3 kattintással meg tudod csinálni. Pontosabban nem is megcsinálni, mert most már a NAV megcsinálja, legalábbis egy előkészített tervezetet csinál neked, és hogyha nincs egyéb jövedelmed, vagy olyan dolog, ami ezt módosítaná, hanem csak az, ami hivatalosan le van jelentve, akkor igazából elég, ha elfogadod is, és nem kell papírozni, nem kell visszaküldeni, nem kell okosnak lenned, nem kell semmi, hanem igazából csak kattingatnod. Tehát megnézed most ez így egy kicsit szárazan, de hogy megnézed az M30-as papírt, amit kapsz a munkahelyeden, és ha az egyezik azzal, ami ott van, akkor igazából el kell fogadnod is, megvan adva. De nem is ez a maga az ügyfélkap, amivel kapcsolatban akartam beszélni veletek, hanem az, amit, hogyha ezt elfogadtad, akkor van az adód 1%-a. És nem, ez nem az a videó, amin szeretném kérni, hogy ide vagy oda küldjétek, mert hogy én ezt ajánlom nektek. Nem erről szól a dolog, hanem csak arról, hogy ne feledkezzetek meg róla. Van egy olyan dolog, az éves fizetésednek az 1%-a, amivel igazából rendelkezhetsz úgy, hogy ki kapja meg, és kinek szeretnél ezzel segíteni. Én évekig nem foglalkoztam ezzel. Megmondom őszintén, főképp azért, mert hogy nem volt az ügyfélkapus dolog, és hogy macera volt ott, papírozni kellett, meg írkálni, meg most hova küldeni, és nem is igazán értettem a dolgot. De így az ügyfélkapun keresztül igazából egy kattintással belépsz az oldalra, egy másik kattintással keresel egy olyan valamilyen alapítványt, akiket te szeretnél támogatni. Én idén is, tavaly is az éhező gyerekek alapítványt választottam, és mert nekem a gyerekek étkeztetése az fontos, talán azóta, mióta apa lettem, azóta egy kicsit másképp látom ezeket a dolgokat, de sok olyan dolog van, mint akár bárkinek most az állatok, vagy bármi, nem is akarok én ebbe ezzel belemenni, mert mondom, nem arról szól, hogy tikinek, csak az, hogy tényleg ne felejtsétek már el. Az adószámát szinte minden alapítványnak a honlapján megtaláljátok, máshoz beillesztesz, és igazából elfogadod a dolgot, és ennyi is, onnantól kezdve a fizetésednek az 1%-os adóját ők meg fogják kapni, és tudnak ezzel rendelkezni, és tudják használni, és azért jó dolgokra, meg olyan embereknek, olyan dolgokon segíteni, amikre kevés a pénz. És ebből nem feltétlenül sportcsarnokot húznak fel, hanem megetetnek vele egy-két gyereket. Na mindegy, ez csak erről szólt, van ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogyha megfogadod a tanácsomat. Ha te is meg fogod köszönni, hogyha megcsinálod az ügyfélkapod és nincsen ügyfélkapod, mert sok mindent el lehet könnyen intézni, és tényleg így van, tehát szét kell nézni az ügyfélkapunak a honlapján, mert több mindent elektronikusan könnyen el lehet intézni, nem kell bemenni, nem kell sorban állni, és ez, szerintem ez egy tök hasznos dolog, tehát ez egy jó része a 21. századnak is, az, hogy ebben már azért lépés próbál tartani az állam is, hogy ezekben a dolgokban, és az 1%-odat pedig ad valami annak, amitől jobban alszol, amitől örülsz neki, hogy valakinek tudtál segíteni. Mert tudjátok, hogy volt az éhező gyerekeknél, volt ilyen gyűjtésünk karácsony környékén is, és úgy gondolom, hogy nem csak karácsonykor, mint ahogy akkor is beszéltük, akkor kell próbálni segíteni, hanem egyébként is próbálni kell segíteni, nem kell magadtól elvenni. Tehát itt sosem az a cél, hogy bárki magától elvegye, hogy a teszádból kivedd a kenyeret, vagy a saját gyermekedéből, és akkor azt adod oda, hanem csak az a pici apróság, amit egyébként, ha nem rendelkezel vele, akkor az állam rendelkezik vele. Tehát igazából te adod át a kormányt a kormánynak, de te adod át igazából ezt a lehetőséget, hogy ők rendelkezzenek
neked az adód 1% a felett, miközben te ezt megteheted, és irányíthatod olyan felé, amilyen felé te szeretnéd. És ha netán te, aki nézed a videót, te még nem dolgozol, mert tudom, hogy sok fiatal néző van, akkor ti pedig ne felejtsétek el ezt mondani a szüleiteknek. Szerintem, hogyha ha ti jelzitek feléjük, hogy megkérdezitek apát, anyát, hogy ők rendelkeztek-e már az 1%-ukról, de van valami, amit viszont te szívesen támogatnál, most tényleg bármi, mondom el, legyenek egy kutyák, egy édes kiskutyák, vagy bármi, amit sajnálsz, vagy szeretnél segíteni benne, és ezt megbeszéled a szüleiddel, biztos vagyok benne, hogy nem fognak nemet mondani, hanem talán a te unszolásodra kezdenek el ők is ezzel törődni, egy kicsit foglalkozni, néha-néha egy évben egyszer-kétszer, hogy mégis ahol tudunk, akkor olyan dolgokkal segítünk, ami így is úgy is nem a mi zsebünkben landol. Tehát azt az 1% így sem úgy sem a szülők, így sem úgy sem mi kapjuk meg, hanem csak annyi, hogy hova jusson, ezt tudjuk, az útját tudjuk megadni neki. Na srácok, ennyit akartam mondani, remélem, hogy nem haragszotok, hogy ilyen témákkal is néha jövök, de kell néha beszélgetni ilyenekről is, mert hozzátartozik az élethez, még hogyha nem is foglalkozunk vele nap, mint nap. Jók legyetek, szevasztok, Facebook-i voltam, ciao, 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 ciao. There goes the same thing.